Nemzeti Színház dekorálását, vagy a vasúti átjáró kidekorálására szervezett graffiti fesztivált. Az 5 darab 3x10 méteres festményt fél nap alatt szerelték fel a kórház falára. A képeket a Győri Képzőművészeti Gimnázium diákjai festették az egyik helyi művészcsoport pályázatára az uniós csatlakozás alkalmából. A téma az volt, mit hoz a jövő. Most szabadtéri kiállítást rendeztek a képekből, így kerültek a kórház falára. Nekem ezek a festmények igazából tetszenek, mert szerintem jó ötlet, hogy itt a városban kitesznek ilyen festményeket, főleg a kórházhoz, amik a betegeket feldobják. A csomagoló akciót egyébként ugyanaz a korszakváltó csoport szervezte, amely korábban óriás festményekkel díszített több győri középületet, becsomagolta a Győri Nemzeti Színházat, és amelyik graffiti fesztivált szervezett, hogy kifessék az egyik győri vasúti aluljárót is. Azt mondják, hagyományt akarnak teremteni. Lassan Győr az óriás ponyva festészet városa is egyben, ugyanúgy, mint a lehet mondani a Bizekváros és sok ilyen nevezetes dolgot, hiszen nagyon-nagyon sok felületre és épületre, frekventált helyre helyeztük el az óriás képeinket. Az, hogy a képek a kórház falára kerüljenek, az egyik orvos ötlete volt. A művészcsoport következő akciója is a kórházban lesz. Azt vállalták, hogy az épület folyosóit is képekkel díszítik fel. Betegek mindennapjait megszépítő alkotások várhatóan májusig maradnak a falon, de a kedvező fogadtatást látva a művészek már keresik az újabb helyet, ahová elférnének képeik. Megszépíteni a betegek mindennapi életét. Ezzel a céllal találták ki a képzőművészek, hogy saját óriás képeikkel burkolják be a megyei kórház homlokzatát. Néhány óra alatt 5 darab összesen 150 négyzetméternyi festmény került fel az épületre speciális módszerrel. A művek mindent kibírnak, nem árthat nekik se a hó, se a napsütés. A témája mit hoz a jövő, tehát a legaktuálisabb téma a mai fiatalságnak, tényleg, hogy mit szeretnének, meg hogyan. Ezek a képek itt most a kórháznak a homlokzatára lettek feltéve, hogy a járókelők, illetve bentről, úgy néz ki bentről, mint egy üvegablak, még a betegek is láthassák ezeket az alkotásokat. A fiatal képzőművészek korábban 50 kisebb művet ajándékoztak a kórháznak, azok a folyosókat díszítik és teszik egy kicsit színesebbé az intézmény mindennapi életét. Az óriás képek a tervek szerint május végéig maradnak fenn, bár ez a dátum még változhat, hiszen szemmel láthatóan a járókelők rendkívül pozitívan fogadták a különleges szabadtéri tárlatot.